Sziasztok, Fruzsi vagyok, és ma egy karácsonyi horror ajánlóval készültem nektek, főleg horror filmekkel, de beszélni fogunk pár horror könyvről, és amit szerintem jó lehet olvasni így az ünnepek környékén. És az a helyzet, hogy nem csinálok titkot abból, hogy nagyon szeretem a horror filmeket, és gyakorlatilag karácsony környékén ki szoktak jönni azok a típusú horror filmek, amik inkább ilyen horror komédiák, és van egyfajta karácsonyi hangulatuk, egyfajta vicces hangulatuk, de közben horror filmek, ami szerintem az egyik legjobb keverék, amit össze lehet hozni horrorfilmekből. Az első film, amit ajánlani szeretnék, az a Krampus. Ezt ugyanaz a csapat csinálta, akik a Trick or Treat-et, egy összefüggő történetből áll az egész, viszont hangulatra nagyon hasonló. Gyakorlatilag egy családot követünk, akik összegyűlnek karácsony ünnepére, és megpróbálják elviselni ezt a pár napot, amit muszáj összezárva tölteniük. És a főszereplő kisfiunkból viccet csinálnak az unokatesúj ezért, mert ő még mindig ír a Mikulásnak levelet. Mérgében egy veszekedés után összetépi a levelet, és azt kívánja, hogy bár ne lenne karácsony, és bár tűnnének el a családtagjai. Amit a Mikulás ugyan nem hallgat meg, de a Krampus igen. Úgyhogy gyakorlatilag ez egy ilyen német Krampus folklóra építő horrorfilm, és nagyon-nagyon vicces szerintem az, hogy a süti emberek, az ajándékok és minden más szörnyformában megjelenik és elkezdi terrorizálni a családot, és nagyon-nagyon tetszik az is, ahova végül kifut a történetünk. Egyébként még ami abszolút plusz benne, hogy tökre szeretem, amikor a filmekben a visszaemlékezéses betéteket valami különleges módszerrel oldják meg. Itt animálva van az a része, ahol egy kicsit a Krampusnak a mítoszát megismerjük, úgyhogy egy tök jó hangulatú karácsonyi horrorfilm, és ez is az a film, amit általában mindenkire rá szoktam pusolni ebben az időszakban, úgyhogy akkor, hogyha csak egy karácsonyi horrorfilmet néztek idén, akkor ez mindenképpen a Krampus legyen. A következő film, amit ajánlani szeretnék, az a Rare Export, ami egy finn vagy dán finn karácsonyi horrorfilm, és alapvetően egy kisvárosban játszódik, valahol a finn-orosz határnál, ahol állítólag a Mikulás érdekel, és egy csapat tudós archeológus érkezik azért, hogy ásatásokat végezzenek a hegyen, mivel azt hiszik, hogy valami hatalmas kincs van ott, viszont inkább elszabadítanak valamit. Úgyhogy alapvetően ez szerintem egy nagyon-nagyon érdekes csavar a Mikulás mítoszon, borzasztó szórakoztató, és főleg a végén, ahova kifut, az baromi jó. Gyakor, hogyha még nem láttatok, akkor ez is egy nagyon-nagyon jó karácsonyi horrorfilm, baromi hangulatos, és mindenképpen megéri szerintem megnézni. A következő film az már nem karácsonyi, viszont télen játszódik, és nekem az egyik személyes kedvenc borzasztó horrorfilmem, ez nem más, mint a Death Snow. Ami azt hiszem, hogy egy svéd horrorfilm, gyakorlatilag egy csapat egyetemistát követünk, akik fölmennek a hegyekbe, sijedenek, ellegyenek, bulizzanak, és találnak egy doboz aranyat, amiről kiderül, hogy a nácik menekítették el oda még a II. Világháború környékén, és ahogy megfogják ezt az átkozott aranyat, a náci zombik azok feltámadnak és elkezdik őket levadászni. Úgyhogy ez alapvetően egy ilyen borzasztó, vicces zombinácis film. Kell hozzá egy humorérzék, hogy értékelni tudja az ember, de ez nekem az egyik kedvenc rossz horrorfilmem. De hogy tényleg rossz. De hogy direkt rossz. És én nem tudom, én nagyon-nagyon elvezem ezt a filmet, úgyhogy akkor, hogyha valami hülyeséget akartok nézni karácsony táján, akkor abszolút nagyon tudom ajánlani. A következő film az egy klasszikus, ez a karácsonyi lidercnyomás, ami gyönyörűen van megcsinálva, nehéz eldönteni, hogy karácsonykor vagy Halloweenkor akarod nézni, de gyakorlatilag azt is megteheted, hogy Halloweentől karácsonyig állandóan nézed, mivel egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól megcsinált animációs filmről van szó. Gyakorlatilag, ha valamiért ez kimaradt nektek, akkor mindenképpen érdemes szerintem bepótolni. Gyakorlatilag ebben a filmben ugye minden ünnepnek megvan a maga kis városa, ahol az ünnepnek a megtestesítő kis lakói laknak, és mi Skeleton Jacket követjük, aki a Halloweennek a királya. Azonban elkezdett elfáradni a saját ünnepében, úgy nem talál már benne semmi izgalmat, és ahogy Alkó dolog, rátalál karácsony városra, és úgy dönt, hogy idén ők fogják megrendezni a karácsonyt. Azonban, ahogy ez várható, ez nem feltétlenül úgy alakul, ahogy az ember szeretné. Szerintem ez egy nagyon-nagyon hangulatos film, én nagyon szeretem, úgyhogy akkor, hogyha valamiért kimaradt, akkor abszolút érdemes megnézni karácsony táján. Végezetül pár könyvet szeretnék ajánlani. Egyrészt akkor, hogyha ez a karácsonyi szellem történetmesélős dolog megfogott, akkor a karácsonyi ének az nyilván egy ilyen karácsonyi szellem történet, amit mesélni lehet karácsony táján. A fekete ruhás nő felütésében is karácsony tájéken vagyunk, ahol a család összegyűlt, már szellemtörténeteket mesélnek egymásnak, és arra kérik az apukát, a főszereplőnket is, hogy ő is meséljen egy szellemtörténetet. Ő azonban nem szeretne szellemtörténetet mesélni, mert valójában találkozott szellemekkel. Úgyhogy gyakorlatilag innen ebből a karácsonyi settingből indul el az ő visszaemlékezése arról, hogy hogyan találkozott a fekete ruhás nővel. Végezetül pedig a Csavar fordul egyet is ugyanebből a settingből indul el, az emberek karácsony tájéken szellemtörténeteket mesélnek egymásnak, és valaki elmesél egy történetet, amit egyszer hallott egy ismerősétől.
Ez gyakorlatilag egy nevelőnőről szól, akire rábíznak két gyereket, és azt veszi észre, hogy a gyerekek egyre furcsábban kezdenek el viselkedni, és megvan róla győződve, hogy valamilyen átkos szellem kísérti őket. Úgyhogy ennek a könyvnek az érdekessége egyébként az, hogy elvileg kétfajta olvasata van, tehát hogy lehetséges, hogy tényleg van valami természetfeletti lény, ami kísérti őket, és hogy a nevelőnő az jól tudja, de az is lehetséges, hogy a nevelőnő az szépen lassan megbomlik a könyv folyamán, és teljesen normális reakciókat lát nem normálisnak. Ezt a könyvet egyébként akkor is érdemes elolvasni, hogyha a Hunting of Hill House sorozatot szerettétek, mivel a következő évada az a Csavarfordul egyetre fog épülni, úgyhogy nem azt mondom, hogy mert a jövő Halloween-t várom, de mert a jövő Halloween-t várom, amikor ki fog jönni ez a sorozat. De hogy egyébként ez is tényleg nagyon hozza ezt a karácsonyi szellemtörténet mesélős tradíciót. Az utolsó horrorkönyv, amit karácsony tájékára ajánlanék, az Shirley Jacksontól a We Have Always Lived in the Castle. Ez ugyanaz a Penguin Deluxe Edition, amit mondtam, hogy nekem nagyon-nagyon tetszenek, és szerintem gyönyörűek. És gyakorlatilag ezért szeretném karácsony környékére ajánlani ezt a könyvet, mert ez egy családi összetartásról szóló horrorkönyv. Gyakorlatilag egy kis családot követünk nyomon, két lánytestvért és a nagybátyjukat, akik a városkától elszigetelten élnek a kis kastélyukban, mert régebben sem nagyon tartották a kapcsolatot a városlakókkal, de mióta különös körülmények között meghalt a család pár tagja, azóta a városlakók különösen elhidegültek tőlük és csúnyán bánnak velük, úgyhogy gyakorlatilag részben itt a család és a város közötti ellentétről szól a dolog, részben pedig szépen lassan kiderül, hogy tulajdonképpen mi is történt a család többi tagjával, hova tűntek, miért van bezárkózva ez a család. Úgyhogy ez a horror történet abszolút hozza a családi összetartásnak egy nagyon-nagyon creepy formáját. Úgyhogy akkor, hogyha az ilyesmi nektek is megbelengeti a kis szíveteket karácsony tájéken, akkor nagyon-nagyon tudom ajánlani ezt a könyvet. Egyébként ez egy rövidka olvasmány is, összesen 150 oldal, úgyhogy tökéletes karácsony estére szerintem. Szóval ezek voltak azok a horror történetek, amiket karácsony tájékára ajánlanék. Írjátok meg nekem nyugodtan, hogyha nektek van kedvenc karácsonyi horrorfilmetek, mivel azokat mindig keresek. Most idén megnéztem a Betörvet Sautot, ami borzasztó volt, és a Saintet még szeretném megnézni, ami egy dán mikulásos horrorfilm, ami nagyon-nagyon érdekel. De ha ezeken kívül még van olyan, amit ti láttatok, és nagyon érdemes megnézni, akkor ezt mindenképpen írjátok meg nekem. És egy következő videóban majd találkozunk. Sziasztok!